<körlő> Sziasztok gyerekek! Hát <síns> <Témi> taj... <laughs> <laughs> a... Hogy a faszom az egy égből... Égből pottyant mesék, hallod? Tökéletes, nagyon jó. Jó. Ismét üdvözlünk mindenkit, most egy régi új formátummal jelentkezünk, folytatódik a kiveséző, de most úgy, hogy csak egy bizonyos címre fogunk fókuszálni, tehát ott a régi kivesézőkben mindig az volt, mutass, hogy így fókuszáljunk. most, a, de most a bűvös kockát akarod kirakni. Igen, azt, szeren, tehát azt már Ez most, ilyen igen. foreshadowing, hogy mégis mi lesz itt ebben a videóban, tehát a lényeg, hogy mostantól megpróbálunk aktuális horror címeket kivesézni, filmekről legyen szó, vagy sorozatokról, itt leszünk, és csinálunk egy ilyen kis, hát Élménybeszámolót, inkább annak nevezzük meg kritika, az egy erős jelző lenne szerintem. Igen, Nagy képű lennék. Azt váradás után fogjuk mondani majd. Mert mindig szokták kérdezni tőlünk, hogy mi a véleményünk erről vagy arról a filmről, és akkor most ezt egy külön videó formájában mindig így tudjuk nektek prezentálni. És a film, amivel most foglalkozni fogunk, az nem más, mint a napokban megjelent Hellraiser-nek a, a rebootja. Ez egy reboot? most október 7-én leolvasom a poszt érkezett meg, és már is itt vagyunk mi, hogy csámcsogjunk rajta, úgyhogy akkor kezdjük is. Vagyis csak már már is kezdtük. Igen, már igen, de benne én is vagyunk. Benne is, benne van, is vagyunk. is Már nincs itt volt egy intro. Szület, nincs, nincs megállás, a Freak vonaton, nincs megállás. Introra sincs idő Jó. gyerekek. De rögtön egy csalódással szeretném kezdeni a hellraiser hogy én arra számítottam, hogy ezt a Disney Plus-on meg tudjuk nézni. Mert igazán morbid lett volna számomra, hogy a Disney Plus-on a nem tudom, két csipet csapat epizód között meg tudjuk nézni az öreg Pinheadet, hogy mit művel, de nem, de valahogy nem. nem futott be hozzánk, pedig ez a Hulun volt Amerikában és megszokhattuk most az utóbbi időben, hogy ami a hulun van, az egyéb más területeken, ahol ez a szolgáltató nincsen, ott a Disney Pluszon belül, a Star fülön belül találhatóak meg az anyagok. És nem volt, és én mondjuk nem tudom a magam részéről, hogy ez most az, hogy a régiónak regionálisan nem volt rá érdeklődés, vagy úgy döntöttek a fejesek, hogy egész egyszerűen nem érdekle az embereket itt, mert itt van elég borzalom, úgyhogy nem kellene ilyen filmek, elég csak kimenni az utcára. De nem tudom, mi volt ennek az oka. Hát. hogy elszabadult itt már a pokol, nem kell -e ez még a pinhead is. De a lényeg, hogy egyébként ugye alternatív módszerekhez kellett folyamodni, hogy az ember ezt, ezt meg tudja lesni. Minden esetre mi azért, mi azért belevetettük magukat, megnéztük. És Azért uh, rengeteg mindent lehetett tudni róla előzőleg is, uh, ami borzoltak a kedélyeket, mondhatni, úgy, volt, volt aki megpotránkozott rajta, hogy a főszereplő, ja, igen, Pinhead igen. maga, ő most uh, az eredeti sztori szerint ő férfi, ekte férfi, úgy, ahogy van. Hát, hogyha lehet őt annak mondani, mert most a kőttököm tudja, hogy ő valahogy. Mert a Clive Barker valahol azt nyilatkozta Clive Barker, hogy egy idő után már igazából ilyen, ö, tehát olyan szinten el van deformálódva ő, igen, igen. Hogy igen. már igazából se nem nő, se nem férfi, tehát hogy lényegében ő semmilyen nemhez nem tartozik, mert hát ugye, hát láthatjuk ezeket a kenobitákat, hogy néznek ki, nem szabadok nagyon előre, de azért ott nehéz néha megállapítani, hogy igen, hova tartozik. Igen, igen, de hát én, én ezt fel is akartam hozni egyébként, mm -hmm. azt, hogy most ugye megbotránkoztak rajta, hogy volt, itt zavart, volt, aki izé, kettét tépte a haját, hogy most mi az, hogy nem izé nemet válta a, a Hellraiser itt, itt a, filmben, de egyébként nem arról, Tehát ezt, e, e, én, hogyha mondhatom, ezt abszolút nem volt, nem vett, vett el a filmből azt, hogy most, hogy most milyen, milyen nem rendelkezett egyébként itt a, itt itt a, a Pinhead, mert amit te mondtál egyébként. Nem is, nem is lehet igazán emberként tekinteni rá. Igen, meg, igen mert, nem, mert egyébként ez nem egy James Bond, hogy akkor az van, hogy mondjuk egy James Bondból lesz hirtelen nő, és akkor ott azon mindenki, a... hogy hosszú-hosszú évtizedeken keresztül volt egy ilyen izé, gentlemanus kinézetű forma, és hirtelen nő lesz belőle, csak azért, hogy megfeleljenek a mai elvárásoknak. De itt talán, hogy van egy faszi, akinek szögek állnak ki a fejéből, és tényleg egy hát kurva anyja. Konkrétan öcsem kilép a fal, falból, érted, és akkor ő a, a izé pokolnak a stricie. és nem, nem, nem azon akadsz fenn egyébként tényleg, hogy most ő, ő, most nő, vagy férfi, vagy most, uh, vagy most miféle? Itt most szerintem két dolog van, hogy vannak azok, akik, ugye alapvetően mindig uh, mágjával meg vasvilával megjelennek, hogyha arról van szó, hogy, hogy ez meg, megcserélnek egy karaktert, legyen arról szó, hogy most más raszhoz tartozik, mint addig, vagy, vagy esetleg más nemű. De van egy másik vetülete ennek, amit lehet, hogy valahol viszont meg tudok érteni, hogy vannak azok a Hellraiser rajongók, akiknek egybefort a Doug Bradley-vel a, a, a pinheadnek. Ja, a, hogy a, a színész már tehát, is az ez a probléma. Kér, hát nem, ez az, hogy amit te mondasz, amit, amiről te beszéltél, az, az amit először mondtam, hogy ott az a, az a probléma, hogy aki aki mindenen háborog, ami most uh -huh. változás van és ezek között van egy-két eléggé eszetlen változás, azt kijelenthetjük. Van igen. persze. Van egy pár elég idióta döntés Hollywoodban csak azért, igen, hogy a pénz igen. után menjenek, meg mik a trendek. Itt most nekem ez nem fájt annyira, csak azt mondom, hogy viszont vannak azok a rajongók, akik lehet, hogy nagyon nem vannak ez, vagy nem vannak. Nem vannak nincsenek kibékülve azzal hogy, hogy most az ő hősük úgymond ennyi film után, mert rengeteg előző, hősük. Hát az imádják, az ő, igen, felnéznek a rá, hős. akiknek szobrot állítottak meg, a, a képet szöggel beverték a falba. Az, az, szóval tényleg, hogy az a karakter egybefort ezzel a figurával a hosszú évtizedek alatt, mert ugye nagyon régi, régi múltra, vagy nagy múltra tekintett vissza ez a franchise, és most egyszer és mindenkor ez így megszűnt, és valaki más lépett a helyébe, és Bizonyára van egy ilyen halmaz is, aki ezzel problémázik. Ezt lehet, hogy ezt meg tudom érteni. Mondjuk szerintem ez pont az a réteg, akinek bármilyen remake, vagy reboot, vagy requel, bármi érkezik, az valószínűleg fikázná. Csakinál is volt ez. Persze, ugye? mindegy. Én szerintem annyival zárom ezt, ezt, a, ezt a gondolatomat, hogy engem abszolút nem zavart, hogy most, hogy most ki is a pinhead, mert, mert nem úgy néztem, hogy most. Hogy most de nem, 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 nem vett el a filmből. Nekem annyi számomra. volt, hogy utána kellett néznem, még így, hogy felzárkozzak, hogy a felvételen tudjam, hogy hogy szegénykémet minek is nevezzem. Mert most már olyan világot élünk, hogy utána kell néznem, hogy akkor most végül is milyen nemhez tartozik az adott személy, és ő, ő egy nő egyébként, uh -huh. aki ha jól tudom, férfiként született, azt hiszem Sebastiannak hívták, uh -huh. és, és átesett egy nem mű... átalakító műtéten, uh -huh. és ő most Jamie, Jamie Clayton, úgy hívják a, a színésznőt. Uh -huh. Úgyhogy hogy tehát végül is. Úgy, ahogy a Pinhead átesett egy nem átalakításon, ő vele is megtörtént ez. Csak egy kicsit humánusabb keretek között. Aha, És jó. akkor ennyi, ennyit így. a tudjuk, hogy akkor hivatalosan ő akkor nő, nő. Igen, ő, hivatalosan az. Most, most, most akkor az, igen. Hogy, hogy tudjuk nevén nevezni a dolgot, muszáj voltam utána nézni, nehogy rosszul mondjam. Jó, tehát, mert az én... a gáz, hogyha már nevén sem tudod nevezni, ugye, mert, mert, ő, mert Szóval ez így jó, ez így, ez, így, legalább egy kerek történet. Tudjuk, hogy miféle. Igen. Jó, szóval egyébként ezzel nem volt gond, gondom, és a, a, a sztoriba vágjunk bele szerintem. Story. A spoilereket próbálom azért így, így, így izé Komolyan? Hát ne spoilerezzünk Komolyan. annyira, mert egy, egyúttal ezt kezd csinálónak is szeretnénk. Tehát tudom, hogy nagyon sok mindenkit mondjuk azért nézi meg, hogy, hogy akkor na, ezek most mit fognak fikázódni, vagy mm. hogy fejtítsen a filmet, de biztos sokan vannak, és meg lehet, hogy ennek a videó hatására ö, kapnak kedvet ahhoz, hogy megnézzék a Hellraiser. Nem a Disney pluszon. Story. Szerintem uh, én, én, én az eredeti filmet azt láttuk, ugye? Igen, azt És együtt néztük meg. Én nekem el kell mondanom, hogy az, majd? A, a, az eredeti filmnek eredeti sorozat vagy az installációknak nem vagyok soha, soha nem voltam nagy rajongója egyrésztről. Szerintem az első résznek a története legalábbis számomra kicsit zavaros volt. Uh -huh, én uh -huh. nem is nagyon tudtam követni, hogy most itt van ez a kis Izé Rubik kocka, akkor most ezt kirakják, nem rakták ki, honnan jött ez, mit keres ott az a Izé, félig aszott uh, torzót a padláson. padláson szedi a... össze magát, Izé, hogy épül ez? Nem, nem értettem az egészet, tehát egyébként be nem van a gond valószínűleg, mert biztos, hogy volt neki kerek története, de hogy én nem tudtam követni, az biztos. És uh, itt ez most valószínűleg kicsit jobban volt porciózva adagolva. Meg maga a kocka. A kocka szerintem sokkal jobban el volt magyarázva. Sokkal jobban el volt magyarázva, igen, erre er is ki akarok térni, hogy itt ugye uh, olyan szépen keretbe foglalták, meg volt vezetve volt a történet, hogy mi is történik, uh -huh. miért történik, és hogy mi a tököm. Ez a kocka maga, és én nem emlékszem az első filmből, a többi többiről meg aztán szolványosan abszolút nem emlékszem rá, de, de itt ugye a kockának sokkal több tulajdonsága volt legalábbis szerintem, mint az első filmben uh, volt. Az, az biztos, hogy az első filmhez képest igen, de én biztos vagyok benne, hogy utána ezt jobban kibontották. Tehát akkor is ez... közben itt coming out olok, ah, hogy, ah. hogy én sem voltam soha az a hatalmas nagy Hellraiser fan, úgyhogy nem nem volt az, hogy én faltam ezeket uh -huh. a mert ugye van az eredeti könyv, amit, amit uh, sokan uh, dicsőítenek, hogy milyen jó Clive Barkernek a könyve. Uh -huh. uh, biztos nagyon jó, most, ő, egy... most ő megint nagyon benne volt a, a, az előkészületekben, meg az egész filmben, úgyhogy ő sokkal jobban belefoglalt. Belelogatta úgyhogy... a magáért. Bele, be, rossz 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 be, beletette a kockáját. De hogy, hogy igen, és a, a, visszatérve a kockára, hogy én is azt gondolom, hogy ez tök jó volt, hogy ennyire meg volt magyarázva, és ennyire, hogyha már ez a központ a filmnek, akkor jó, hogy ezt tudtuk, hogy végig is mit tud, meg milyen igen, installációi igen, vannak. Annak. Igen, abszolút, abszolút el voltak. Ugye szemléltetve is volt, vizuálisan is tudtad értelmezni, hogy most mi történik, miért így néz ki, a konfiguráció. A rajzok, van, történik, a hogy igen 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 igen, 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 Tehát egyébként még, ugye, még volt ott egy tankönyv is, azért jó, hogy nem egy, egy, ilyen izé, ikás összeszerelő lapot adtak a nézőnek, hogy hogyan is kell ezt akkor hát, ez egy új, új generációnak készült. Igen, azért igen, azért, igen, azért, nem? Nem? Ez, ez, így, ez, így szépen össze volt csomagolva, hogy megértse azért mindenki, még az én, a hülye fejemmel is megértem, hogy meg Ez a TikTok generáció hair razor egyébként, egyébként. Ami még szerintem egyébként, hát én most nem akarok egyébként senkit megbántani azzal, hogy én ezt mondom, de hogy tudom, mi lesz. Érzem. Nem érzed még egyelőre szerintem. Még nem érzed. Számomra a motivációk tisztábbak voltak, jobban kivehetőbbek voltak, mint az első filmnél. Én ott is bajba voltam azzal. Oké, ott a túlélés volt a motiváció, a főszereplő hölgy részéről, ha jól emlékszem, de itt is itt igazából a gonosznak a motivációja Mindenkinek a motiváció annyira egyértelmű volt számomra, hogy én, én nagyon jól tudtam követni, és, és élvezhető volt számomra, abszolút a történet, meg, meg nem volt sok neked a körítés. A maga körítés, a dráma. Szó, nekem a körítés meg, megőrülte nem nekem volt. Nekem tele volt szó. a tököm a drámával már egy idő után. Tehát én értettem, hogy ennek a lánynak rossz, de a történetet igen, tehát hogy azért, aki nem tudja. Hogy akkor annyi a történet, hogy egy egy hölgy van a középpontban, aki. Gari. Aki igen, igen, a különböző tájegységeknek a megnevezése alapján mindenki helyettesítse be, amivel szeretné. Szóval ez a lány ö, masszív drogos volt, próbál már lejönni a szerről, és beköltözik a tesójához, a tesójának a barátjához, és akkor ott még van egy barátnőjük, tehát egy ilyen kis kommunában laknak, és próbál lejönni a szerről, de összebarátkozik a mi, minek nevezik ezt a 12-step 12 program, ez a függőknek az mentor, ilyen... Az mentor. Ez, nem mentor. Nem, próbálnak lejönni. Felügyelő tiszt. No, fel, tiszt egy másik, egy, másik has, egy hasonló társával össze, összemelegszenek, és akkor ők ö, kieszelnek valamik kis pénzszerzési lehetőséget, és így jutnak hozzá ez a bizonyos kockához ami különböző fura formátumokat fel tud venni, tehát a Rubik kocka kanyarban sincsen ehhez képest, mert igen. én Rubik kockát még nem raktam ki egyébként soha életemben, csak max a matricákat raktam át gyerekként, de egyébként a gyerekként láttam volna ezt, az biztos, hogy soha többet hozzá se értem volna, Hát és igen. Ők, ők a birtokába jut ez a, ez a kocka, és és ugye ezt azért szerintem mindenki tudja, hogy ez, hogyha ott így megfelelő módon forgatgatják, az hát ide tud csábítani a mi világunkba elég furcsa szerzeteket. És akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon röviden megfogalmazva, hogy ez a, ez, ez a lényege. És természetesen a háttérben vannak különböző megbúvó egyedek, akiknek a motivációi az, hogy a kocka minél többet legyen használva. Igen, igen, igen. És ugye az a lényege, hogy egyszer, hogyha Pandora szerencéjét úgymond kinyitod, akkor ugye nem tudod már visszazárni, szóval ez itt a ugye a meggondolatlanságból aztán egy egész történet uh, fodrózódik itt az egész alatt. És uh, szóval igen, a, amit, 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 én mondtam, hogy a motivációk, azok nekem, nekem tök egyértelműek voltak, szerintem tök jól meg voltak csinálva, és nekem, a, nekem nem volt sok a körítés, mert én uh, uh, azért húltak az emberek, Aha. eltűntek egyesével, és, uh, és uh, Ugye sok lépése volt ennek az egész történetnek. Hát végig kellett menni sok lépcsőfokon. Persze, lép igen, A-ból B-be, az, az renge. és egyébként ugye, jók voltak, a, ahogy lépegettek így a konfigurációkon uh -huh. keresztül, ahogy tűntek el az emberek, meg ahogy egyre nagyobb slamasztikába csúsztak bele a szereplők, ahogy az lenni szokott általában a filmekben. Nekem az egyébként nem volt sok, nekem ami sok volt, ami, ami talán kicsit sok volt, és talán ebben, ebben fészkel az a probléma, hogy nem vagyok rajongója ennek a izének, ennek a, ennek a az eredeti filmeknek se, ez a, ez a, ez ez torture, ez a, tudsz, ennek ez, 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 a, ez a, belezések, ez a, ez a Ezek a nyúzások, de... tudom, hogy ez a sava borsa, tudom, hogy ezt, Ú, ezt az akkor itt most terve... ellent fogok majd mondani neked. De ez nekem, a... ezek nekem nagyon sokak voltak, tehát én meg elnéztem, hogy így, jaj, jó, oké, szét, széttépik az embert, ezzel nem mondok újat amúgy, mert ezt mindenki tudja, hogy Harry van szokat, ja, ez nem, hát ez... ha valakinek ez spoiler, az felejtse el akkor. Nyúzzák, belezik, össze-vissza, olyan cuccokat tesztek az ember gyomrába, hogy így csak így Néze, Hogy anyád, az hogy, az hogy éri túl? Ettől hát, akinek a varrógép van áttolva a testén. <laughs> hát, igen, meg ilyen. Nézd, hogy mi az valami Tésztanyújtógép? gép, vagy ez mi akar lenni? Ilyen hát, nézét, üllőd be az, meg ilyeneket, <laughs> ilyen, ilyen, mi az, a, amit a hajók ledobnak? A horgony? horgony. Hogy a horgony belebasznak az emberbe, keresztül basznak <laughs> a... és akkor kész, annyi volt. Tehát ez, ez, nekem kicsit sok volt, nekem erős volt egy kicsit. És én azt mondom, hogy nekem kevés volt, akkor én egy beteg fasz vagyok? Nem vagy beteg Mert, vagy mert nekem pont ez, hogy mondod, hogy tűnnek el emberek. Nekem az a bajom volt, hogy ugye Herrészről nézek. Miért jöttem? Miért jöttem? Miért, <laughs> Miért jöttem? vagyok itt? Miért vagyok itt? Herrészről ugye az híresen, hát a, ez a, 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 a torture porn, igen, lényegében, hogy a, a elképesztő nagy belezések vannak, kaszabolások, stb. De belezések, hogy a közben... kaszabolás jó? Igen. Az jó. Tudom de csak a, a nyúzás, A nyúzás, De ezek mind benne vannak. Csak hogy ezen nagyon lassan volt adagolva a film által, mert például a legelső, az ott így sejtetve volt, de nem nagyon láttuk. Uh -huh. A másodikat se nagyon láttuk. Nem, nem mutattak annyit belőle. Nem tudom, hogy ennek, ja, a, igen, igen, nem igen. Tudom, hogy ennek az az oka, hogy, hogy így fértek bele egy bizonyos koratárba, és ne, tehát ez az erbe, és nem léptek át egy következő lépcsőfokra, hogy ez volt a maximum, amit megengedhettek maguknak. Csak hogy eléggé én azt mondom, hogy Herr képest finomkodtak egy kicsit. Uh -huh. Tehát hülye uh -huh. hangzik mert azért van benne anyag, de szerintem egy, szerintem én, én elbírtam volt, tehát hogy értem, volt ott, értem a motivációt, amit te is mondasz, meg értem a csajnak a drámáját, meg a vergődését, de ugye ez egy kétórás film, azt is én annak ellene vagyok, nekem nem kell két óra Hellraiserből, köszönöm szépen, 90 percben nagyon, ma, maximálisan 90 percben ellettem volna vele, fél órát simán ki lehet kapni ebből a filmből szerintem, igen, igen, és, hát. és az, hogy itt kellett volna, hogy azért rendesen odalépjenek, amit megtesznek, csak később. Tehát az, ahogy a film vége fele megyünk egyébként, és a végén ott már vannak uh, igazán olyan jelenetek, ahol aztán megmutatja magát, hogy mégis mitől a Hellraiser a Hellraiser, de, de nekem ez elején tök vérszegény volt, és így gondolkoztam is, hogy ez most komoly, hogy így, hogy így, ez lesz, hogy, hogy ez így csak úgy épp, hogy mutatnak valamit, hogy a kampó beleáll, meg minden, és akkor amúgy meg elkapjuk a képet, és akkor egy ilyen off-screen meg a, a legelső, amit mutatnak, a leges-legelső kill a legelején, az például az így, a háttérben van, nincs rajta a fókusz. Uh -huh. És csak a kínlódásától is lehet, hogy egyébként itt az volt a cél, hogy, hogy építkezik a film, hogy akkor a végére durvul be igazán, és nem akart az elején nagyon belecsapni a lecsóba, de szerintem nem ártott volna neki, hogyha azért uh -huh. az elején elején olyan szinten megrángatja az embert, hogy odaszögezi a izéhez, hogyha már Pinheadről beszélünk, odaszögezi a székhez, hogy, hogy hú, basszus, ez, ez kemény lesz, ez egy durva menet lesz. Igen. És az elején ezt nem éreztem. Igen, értem egyébként, hogy miért mondod, mert ugye a Hellraiser az Hellraiser. Én annyival egészíteném még ki azt, amit mondjuk én mondtam, hogy uh, ami viszont volt benne, ilyen... ilyen uh, ilyen gyilok, meg ilyen bőrözés, meg mit tudom én, az jó volt. Bőrözés. Tehát a, <laughs> jó kis bőrözés. A, ami volt, az jó volt, még hogyha kevés is volt bizonyos időszakokban, akkor, akkor kevés volt, de egyébként az jó volt. Tehát a, jó igen. meg, látványosan meg voltak csinálva, szerintem tök jók voltak egyébként a, a bőrözések, bár hiába én, én nem vágytam nem annyira rá, meg az nem a filmből von le, hogy én mondjuk igen. Tehát ez olyan dolog, hogy az ember éhes, nem mindig ugyanazért megy a boltba. Tehát és is a ketten vágytunk az megnézni, de, de ugye te elégedett voltál, te jól laktál vele, én meg kicsit, izé, meg kicsit tőle, de hogy, hogy az nem a, filmet, nem a film értékéből von le, hogy mondjuk nekem nem tetszett annyira, izé, nem vagyok annyira rajongója ennek a fajta belezésnek, de azt el kell ismerni, hogy a látványra, ami volt benne, azok frankók voltak. Nekem ez volt a cél, hogy, hogy nem, tehát most, hogy... Nem azért vártam én ezeket a belezéseket, hogy úr, az én ezt mennyire szeretem, mm. hanem hogy akkor az az olyan legyen, hogy így csak, hogy ú, basszony. Legyen méltó. Legy, igen, legyen az, hogy kicsi, mert tudtam, hogy félni nem fogok. Tehát az, az elveszett. Tehát azt mm. éreztem, hogy akár hogy gyerekkoromban természetesen féltem a pénhető, de most már az, hogy megjelenik most ott a szög, most már gáré, szögezett Gáré a üzével, ott, ott nem, nem fogom ezt szarni magamat rajta ezért vártam azt, hogy viszont az legyen, hogy, hogy egy megfelelő undort keltsen, mert azt így összerezzenek, és egyébként mondom, ez az, ami a vége fele, hogy így építkezett, a vége fele ezek már megtörténtek, ezek a dolgok. Eleinte csak ez a vergődés volt, ugye, a, a hölgynek a drámája, meg a, a szenvedés, és utána pedig egy, a szenvedésnek egy igazán, egy teljesen más formája jelent uh -huh. meg, ami durva volt, és akkor, hogy még egy pozitívot, amit kiemeljek, hogy ezek a kenobiták, tehát hallod, ezek, ahogy kinéznek, az ezt, a ezt, akartam mondani, igen, hogy az kész. Tehát az, minden, az, a fogcsattoktatós, az a fogcsikorgó. Ezek az... egyébként ugye jöttek a régiből, tehát régi, hajaztak eléggé Igen, sokan. de mégis egy kicsit úgy... egy kicsit, úgy, igen, úgy nagyon, megkapták az upgrade-et. Nagyon, nagyon brutál. Az, az, amelyik izé, most ez se spoiler, hogy van olyan, amelyik, lassan bekezd, aztán begyorsít, az is Igen. A igen. frankok voltak nagyon nagyon, azok na nagyon változatosak, voltak jól is néztek ki, tényleg úgy jól voltak össze igen. összekalapálva, meg er ezzel erre kapcsolódik még épül, még amit mondani akartam egyébként, hogy szerintem látványra majd tök jól nézett ki, most nem a belezésekről gondolok mm -hmm. elsősorban, hanem ahogy ezek a kenobiták ugye megjelennek, meg ahogy mm -hmm. így átkerül egyik A-ból B-be a, a, a mm -hmm. szerepő, hogy mondjuk a, a ugye az eredeti filmben is az van, hogy a fal falon kinyílik valami é, járat, és igen. akkor ott a izé, ott van a folyosó végén a Chávez, vagy a, vagy a Gagi, vagy, a, vagy a, éppen az ajtó, vagy, vagy bármi hogy fel, felnyitod az ülőkét, és akkor ott van benne a Gágyi, <laughs> vagy ilyenek. Tehát ezek, ezek nagyon jól meg voltak csinálva, annak ellenére, hogy sötét volt a film egy csomószor, de, de nagyon látványos volt. De nem jó, minőségileg jól Tudod, meg ki rendezte a, ezek a grafikák, nem tudom. A, a de... David Bruckner rendezte, aki a Night House-t. Igen? Igen. Úgyhogy Ah, jó, 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 Úgyhogy a Nighthouse után kapott nem, egy nem, ilyen nem, 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 volt csalódás abszolút ez a része. kicsit féltem tőle, hogy mivel nem is kapott vízhangot nálunk, hogy gagyesz lesz. Csomó filmnek az az átka, hogy, uh -huh. főleg az ilyen, az ilyen, nem is tudom, mondjuk, hogy másodvonalas. Uh. Uh, kicsit, nem... Vannak ilyen, izé, ilyen kicsit mér, ilyen, ilyen elhanyagolt, meg ilyen méltánytalanul elhanyagolt izé, mellőzött nevek, meg filmek, meg hasonlók, amiből készül egy reboot, meg remake, mm -hmm. és ezek ezek, át, ezek sokszor szoktak sirányok lenni. Igen. Sokszor van az, hogy alig, alig úszik el hozzád a híre is, és megnézed, és tényleg szó. Ebben nem is bíztak, azért is akták a streamingre, pedig egyébként ez nem, nem. meg volt az. kellett volna próbálni moziba, a... mert egyébként minőségre simán moziba való minőségre lett volna. Minőségre teljesen jó, igen, Úgy szerintem hogy, is. Hogy Arra jó volt. Tehát nekem, nekem nem olyan, hogy, hogy ilyen átütő élmény volt, mert ugye mondom, ez, hogy nekem nagyon lassú volt egy ideig, és, és én, én, azt már, már vártam. Az jó volt egyébként, hogy legalább olyan feszkó meg volt, hogy a, a az érkezése az így fenntartotta a figyelmét az embernek, hogy jaj, mikor jön már, igen, mikor ő jön már, mert is is mikor nem is, mutatja meg magát, igen, igen. Nem emeltek alapját, szóval, egy jó ideig, igen. Szóval az, az, az egy kicsit ilyen, ez kicsit olyan volt nekem, mintha így, mint egy fűrészfilmet néznék, és, és mondjuk három órán keresztül a csapdákból, amikor valaki belekerül, nem nagyon mutatnak semmit, csak így egy sikítást, az, hogy Á! és akkor hát az is megtörtént. Aha. És hogy idő után a végén meg bedobják a csapdákat. Tehát, hogy értem, hogy lehet, hogy ez volt az építkezés a cél, de én szívesen néztem az ennyi mindegy. De az, ahova kifutott az egész, a történet szerint is, most nem akarok spoilerezni, de, de az tetszett a a vége, ahogy kiforrott a lánynak a története, ami az, az nagyon jó. Tehát ahogy, ahogy az, ahova eljutott, az, az, az több fasza volt. Ugye igen, igen. Abba, abban, abban, abszolút Ott, ott tudtam is. kibékülni a filmen, mert voltak pontok, amikor én már úgy el akartam engedni, hogy ha jó van már, legyünk már túl rajta. Lehet, én nem voltam hangulatban, de annyira nem fogott meg. És akkor úgy szép lassan visszaédesgetett magához a film, és így azt tudom mondani, a végére érve, hogy, hogy egy egy szórakoztató darab, amit, amivel viszont arra vagyok kíváncsi, hogy akik meg viszont nagyon nagy rajongói ennek a franchise-nak, hogy azok vajon mit szólnak hozzá. Én is kíváncsi lennék rá, igen, mert én, aki aki nem mondhatom magam rajongónak, de tényleg én is azzal voltam kibékűve nagyon, mert nem nem kibékűvel, tetszett nagyon nekem a végkifejlet, a végkifejlet meg ahova nem. az egész kifutott, tényleg mindenkinek a sztoria, mert több főszál is volt itt gyakorlatilag, uh -huh. és és nem nagyon lehetett egyébként ezt kitalálni, hogy mi lesz majd a vége. Ugye lehetett, voltak tök jó fogalmak az egész uh -huh. filmben, amire most nem fog kitérni, mert egyébként szerintem lelőném valamennyire vele a poént. Nekem az egyik kedvencem, az pont lelövi az egészet úgy, hogy van, úgyhogy azért nem akarom mondani. Úgy, de, de voltak benne tök jó fogalmak, amiket így körbejártak, és a végeredményben is jelentős részük volt, és és pont olyan... Uh, nem is tudom, olyan keretbe foglalta az egész történetet, főleg a végén, hogy én azt éreztem a végén, két óra után, hogy ebből megnéznék egy második részt. Yep. Nézzük meg még abszolút, hogy mi van, hogyha. Mi van, hogyha ez meg az. Mert, mert, mert abszolút volt benne még olyan uh, uh, légüres tér, ahova be lehetett volna még világítani a zseblámpával, hogy ott mégis mi történik. Mert egy csomó olyan dolog volt még benne szerintem a történetben, ami ami nem lyuk volt a történetben, hanem, hanem lehetőség arra, hogy ott valamit valamivel kitöltsék. Valamit hát meg kandóval. ugye a Genyó Brigádnak nagyon sok tagja igazából csak átsorgat és azokat igen. még meg kell, még akcióban Béle meg még kell sokan nézni. voltak egyébként, ezért kirázták, kirázták, az okniból az összes, <laughs> ott a kízé, ott volt a környéken, <gül> <gül> meg is mutatták magukat, megemeltek alapját mindig, de csak néhányan jöttek úgy igazán közö. <laughs> voltak a csak bámészkodók, igen, voltak aki csak, <laughs> voltak, csak éppen arra járt, megszagolta, aztán dolga volt, de igen, igen, tehát azért belőlük még bőven ki lehet hozni. És ami érdekes, hogy én úgy tudom, hogy még az készül, hogy lesz Hellraiser sorozat az HBO Max-ra, de ugye annak meg elméletek semmi köze nincsen ehhez. Tehát ez kicsit olyan lesz, mint a Chucky. Semmi köze nincsen ehhez, ez egy újra gondolás? É, azt hiszem, az, az egy, mert ez egy másik vonalon megy, az más készítőktől. Nem Aha. tudom, hogy azóta azt lelőtték -e esetleg, de úgy gondolom, hogy ez valahogy olyan dolog lesz, hogy mint a mint a az esete, hogy volt egy reboot a, a mozikban, és egyébként meg közben elkezdődött egy tévésorozat nem sokkal utána. Úgyhogy én úgy tudom, hogy, hogy az HBO Maxon van valami mocorgás, bár mondjuk ott jelenleg sorra lövik le az összes filmet, meg sorozatot, amit terveznek, ah, tehát lehet, ah. hogy azóta már a kukába landolt, de még pár hónappal ezelőtt még úgy hallottam, hogy lesz. De ez, ezt viszont, ezt a megvalósítást meg tényleg lehet, hogy érdemes folytatni, és meg kéne nézni, hogy még mit tudnak ebből kihozni, mert ez bevezetőnek jó volt... Köszönöm szépen, ez volt, a, ez volt az előétel, uh -huh, és uh -huh. akkor jöhet a főfogás majd a következőben. Igen, szóval, abszolút, hogyha, hogyha... Hát nem azt mondom, hogy ez most egy áttő, tehát most újraélesztették akkor ezzel egész, az egész nevet, meg, meg kezdve akkor rajongó tábor duplázódik, és többi, de abszolút jó volt arra, hogy, hogy egy ízelítő, egy elő, előétel, amit aki nem is rajongó megkóstolt, uh -huh. és úgy volt vele, hogy ez jó. Ez egy jó irány. Tehát hiába lehet akármilyen kicsi a, a progress, de jó irányba ment. Igen, igen. Nagyon hát, mai volt, azt tudjuk. A checkboxok -ok vannak pipával, azt persze, tudjuk. Most igen, nem igen. fogunk ezen siránkozni, de tudjuk, hogy minden, ami kellett egy mai filmbe, azok megvoltak, úgyhogy azt, azt megoldották. Nem benne. volt zavaró, ez szerintem. A, nem volt zavaró, persze, csak csak az, hogy tudjuk, hogy ez is most Boldogtalan egy... minden, igen. Igen, és most, most ez, egy, ez egy új generációnak készülő Hellraiser, és én a magam részéről csak arra vagyok kíváncsi, hogy az előző generációnak, akik szerették a, a korábbi franchise, hogy ők mit szólnak hozzá. Igen, ami engem is érdekel, azt nyugodtan lehet kommentekben akkor írni, kifejteni, akár, akár hosszasan is, ameddig engedi a textbox, hogy hogy rajongók számára. Ez most mennyire volt jó, mennyire volt rossz, mennyire érezték ezt jónak, mert ugye az a baj, hogy nekünk még a, a kultfő is, amiből táplálkozunk, az sem teljesen ö, van feltöltve, mert szerintem ez a 11. installáció, ha jól tudom. Én nem láttam az előző tíz filmet. Be, bevallom tőled, Na tört. hát én annyira nem, hogy én azt hittem, hogy nyolc volt én eddig. A, a Jó, az, én, 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 de ez lehet, hogy... Igen, de, igen. lehet, hogy a Google hazudik. De, ha nem, aki azt mondta, nem, hogy 11. Lehet, úgy, hogy úgyhogy Akkor viszont nagyon le... Még most is, egyébként az a durva, ami most is volt pár évvel ezelőtt volt, egy igen. újabb. Úgyhogy csak ugye itt is a minőség azért, tudtam, már romlott elég-elég szakaszosan. Úgyhogy, úgyhogy, itt is már lehet, hogy... nem minden érve hogy szükség volt-e vérfrissítésre, ha nem, akkor miért nem? És, és az biztos, hogy most Rengetegen vagytok, akik nagy fannyai vagytok a helyreizőrnek, és akkor megtehetjük mondani. Mi így, hogy felületesen ismertük a kenobitákat, mi így akkor jól szórakoztunk rajta. Igen, nem állnánk be kenobiták közé. Nem, nem. De én... Nem kérünk a kockából se, de, nem de a szerném. film az abszolút jó volt. Igen, ez és Én szerintem volt. az előző filmet, azt pont láttam, és azt, azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy azért megtöri a sor mintát, Tehát nem, nem csökkenő izé minőségről van szó, hanem éppen ellenkezőleg. Úgyhogy uh, igazából ajánlani azt szabad. Ajánlani azt tudjuk. Mert, mert Frankó volt szerintem. Egy, egy, egy horrornak, amit így megnéz az ember, különösebben magas elvárások nélkül, a, úgy, úgy, úgy abszolút Frankó. Ja, na igen, úgyhogy jól szórakoztunk, és akkor hát ti meg írjátok meg, hogy ti hogy szórakoztatok eleve a filmen, meg ezen az újfajta formátumon, és azt is írjátok meg kommentben, hogy még miket kéne kiveséznünk a jövőben. Mondjuk annyi biztos, hogy a következő szerintem a Halloween Ends lesz. Azt úgy nehezen tudom elképzelni, hogy arról ne beszéljünk. Igen. Igen, úgyhogy akkor következőleg majd jövünk azzal, illetve lehet, hogy kettő között még valami mással is. Sosem lehet, majd eldönti az élet, gyerekek. De vigyázzatok magatokra, és akkor... Sziasztok! Sziasztok!